Szó szerint nem tudom visszajelzni, de ha megengeditek, akkor egy pár szót ide mondok, mert lehet, hogy egy kicsit tudnánk tőle gyarapodni. Szóval, hogy a büszkeség, szóval, hogyha a büszkeség helyett inkább a csapatban kezdesz el gondolkozni, meg másoknak a segítésére, akkor a jó tulajdonságait ki fognak előbb-utóbb domborulni, és bizony így van, mert én is, amikor nagy hisztisen összevesztem az egész Kaukázus zenekarral a csúcson, mérgelődtem évekig magamban 3 négyzetméter szavam, hogy jaj, most mi lesz, és el kell így tudni odáig, hogy hát nekem föl kell hívnom a főrész, meg mindenkit, és szépen elnézést kell kérnem, hogy akkora fasz voltam, és de egyszer bocsássatok meg, és csináljuk újra. Tehát a jövőn keresztül csak a büszkeségen átvezet az út. Én ugye nem vagyok egy nagy izé, csak egy B-kategóriás lovasi klón, de nekem ez bejött, úgyhogy ha valakinek haragja van másokkal, akkor próbáljunk a büszkeséget kicsit félretéve, és akkor mit tudom én, épülhetnek a játszóterek. És akkor most ennél a számnál légy szíves, üljetek le egyöntetően, mert a tartós békét fogjuk játszani, és ez most már szokás a koncerteken, hogy szépen leültök a kis feneketekre, benne vagytok ebbe a játékba, és amikor elkezdődik a nagy indás, akkor fölugrunk, és ez az erő biztos jelent valamit, és valahol ezt kódolják, aztán jó. Thank you.